A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek ma Városházán. A ceglédi diákok műsorral készültek a rendezvényre. Azonnal mutatjuk mindezt képekben, előtte azonban nézzék meg a többi kiemelt hírünket egy-egy mondatban. Lottóláz. Több mint 6 milliárdot lehet nyerni, sokkal többen játszanak a hatalmas összeg miatt. Japán volt a fókuszban a Bakancslista Klub tegnapi teltházas előadásán. És vasárnapig tart az országos közúti akció, a teherautósokat és a buszvezetőket ellenőrzik. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a Városi Televízió péntek esti híradójában. A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek ma délelőtt a Városháza dísztermében. Becslések és levéltári kutatások alapján a világon mintegy 100 millióra tehető az áldozatok száma. A ceglédi megemlékezésen a Török János iskola diákjai készültek műsorral. Az országgyűlés 2000-ben fogadta el azt a határozatot, mely szerint minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947. február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták, ahol közel egy évtizedet töltött fogságban. A városi megemlékezésen dr. Csáki András köszöntötte a megjelenteket. A polgármester úgy fogalmazott, fontos, hogy a történelem ezen időszakáról újra és újra megemlékezzünk. Dr. Csáki András az emelt szintű történelem érettségi tananyag alapján idézte és fogalmazta meg a diktatúrát. A hatalom egy ember és párt kezébe összpontosul. A hatalomra jutás után a diktátorok lebontják a demokrácia legfontosabb elemeit, a szabad sajtót, a független bíróságokat. Befolyásuk alá vonják az önkormányzatokat. Betiltják vagy ellehetetlenítik az ellenzéki pártokat, civil szervezeteket. A polgármester hozzátette, a diktatúrák további ismérve a sajtó feletti teljes kontroll, az ellenségkép generálása, az erős vezető mítosza. A kommunista diktatúrák 100 millió áldozatot követeltek világszerte, hazánkban is körülbelül 500 embert végeztek ki. Erről már dr. Gulyás Martin, a rendszerváltás történetét kutató intézet és levéltár főmunkatársa beszélt. A történész szólt arról is, az önkényuralmi rendszerek nem tűrték meg a vallást. Az egyházi iskolák a szerzetes rendeket lényegében az 50-es évek közepére Magyarországon teljesen feloszlatták. Ugye maga Mindszenty bíboros is börtönbe került, meg hát lehetne sorolni estig gyakorlatilag, hogy különböző papi meg egyházi személyek ellen milyen rettenetes dolgokat követtek el. Tehát ez gyakorlatilag nem nagyon tűrte semmilyen szinten a rendszer. Dr. Gulyás Martin arról is beszélt, az 1945 és 1990 közötti időszak fontos jellemzője volt a hiánygazdaság, ami az államosításból és az egyéni egzisztencia felszámolásából fakadt. Ha az állam elvett tőlünk mindent, ugye be kellett szolgáltatni a terményeket, húst, zsírt, egyebeket, hogy az ördögben van az, hogy még sincs a boltokban semmi? Hát igen, ez volt az ára, ha úgy tetszik a rendszernek, hogy így mondjam. Erről hát itt Cegléden meg az Alföldön bőven tudnak az idősek beszélni, hogy ez hogyan működött, meg nézett ki a gyakorlatban. A megemlékezésen a Török János Református Oktatási Központ diákjai adtak műsort, amiben emlékfoszlányokat idéztek fel a kommunizmus bűneiről. Nagyon megijedtünk, mert a tapasztalat szerint, aki az hajnalban becsöngettek és elvittek, azokat azóta nem láttuk. És az elhurcoltak családját, még a barátok is pestisesként kezelték. Vasárnapig tart a kiemelt közúti ellenőrzés. Az országos akció során a kamionokat és a buszokat ellenőrzi a magyar rendőrség. A hivatásos sofőrökre vonatkozó szabályok betartása van a fókuszban. Számon kérik a rendőrök a kötelező pihenőidőre, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokat. Egész héten át tart az országos közúti akció. A Rotpol nevet viselő uniós ellenőrzéshez időről időre csatlakozik a magyar rendőrség is. Vasárnapig minden nap találkozhatunk rendőrökkel az utak mentén. A 311-es mellett és Cegléden, a Körösi úton is kint vannak a ceglédi kapitányság közlekedésrendészeti munkatársai. A mostani fokozott ellenőrzés során a teherautósokra és a buszsofőrökre koncentrálnak.
A rendőrök a rájuk vonatkozó szabályok betartását kontrollálják, így például a kötelező pihenőidő, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos előírások, valamint a beutazás és a Magyarországon tartózkodás jogszerűségét ellenőrzik. A mostanihoz hasonló rendőri akció legutóbb novemberben volt, akkor mintegy 7000 járművet ellenőriztek. A megállított teherautóknak a negyede, a buszoknak pedig a 12%-a volt jogsértő. A rendőrök azt is ellenőrzik, hogy a sofőr és az utasok is be legyenek kötve. A biztonsági öv használatának elmulasztásáért személyenként több 10 000 forintos bírság jár. Egy különleges ország, egy távoli kultúra volt a fókuszban tegnap a Művelődési Központ Bakancslista klubjának előadásán. Irimiás Balázs mesélt Japánról a teltházas közönségnek. Az építész 5 évet élt kint, így jól ismeri a hagyományokat. Szóba kerültek a természeti csodák, a sokszínűség, a fejlettség, mindaz, amitől Japán egyedülálló a világon. 2019-ben már járt Cegléden Irimiás Balázs. A fiatal építész egy nemzetközi hírű expedíció vezetője volt. 2007-ben eljutott Zanglába, és megtalálta azt a palotát, ahol Kőrösi Csoma Sándor tibeti utazása során 3 hónapot töltött. Elhatározta, megmentik az épületet az enyészettől, majd a helyi közösség támogatására. A napiskola terve is megszületett. Erről mesélt akkor. Most pedig Japánról tartott előadást a Bakancslista utazási klub teltházas közönségének. Úgy fogalmazott, véleménye és sokak véleménye szerint talán a japán nép az egyetlen a világon, akik mintha nem ebből a földi környezetből kerültek volna ki, hanem közelebb állnának az űrlényekhez. Ezt nem csak az elképesztően őrült hobbiknak és függőségeknek köszönhetik, hanem azoknak a technikai és gazdasági csodáknak, amelyeknek hosszú sorát vonultatták fel az elmúlt évszázadban. A japán modernizáció és a japán gazdasági csoda gyakorlatilag annak volt köszönhető, hogy ők ezt nagyon tudatosan, nagyon jól kitalálva, amikor eljött a pillanat, hogy eldöntötte a kormányzat, hogy most modernizálni kell, ezt úgy hívták, hogy Meiji restauráció, amikor a császár visszavette a szamurájoktól a hatalmat, akkor ő ezt annyira komolyan vette, hogy szervezett egy ilyen missziót, hogy a teljes kormányzat az nem ült be a parlamentbe, hanem elutazott egy ilyen világkörüli útra, meglátogattak körülbelül 50 országot, és gyakorlatilag összerakták Japánnak az álmait, a terveit, abból, amit láttak a világban mindenhol. Irimiás Balázs majd 5 évet élt az országban, és rendszeresen visszajár, hiszen tematikus utakat vezet. Nem véletlen népszerű ez az ország, hiszen olyat mutat, amit más ország nem. Az a különlegessége az országnak, hogy valahogy úgy sikerült ezt a központilag irányított modernizációt végigvinni, hogy közben mindvégig meg tudták őrizni a legősibb hagyományaikat is. Tehát ez nem csak vizuálisan jelent elképesztő izgalmas kavalkádot, mikor egymás mellett vannak fellőkarcolók és nagyon ősi sintó szentélyek vagy buddhista kolostorok, hanem a mindennapi életben is, mondjuk a Japánban a mai napig a ünnepi viselet, az a kimono, ami a géseknek is ugye a munkaruhája, ez egy ilyen roppant drága, gazdag, dúsan díszített sejemből és kézi hímzéssel, aranyozással díszített viselet. Ez olyan, mintha mi itt Magyarországon századokkal ezelőtti báli ruhákban élnénk mindennapjainkat. Japán nem hagyta tehát el a régi korok jó gyakorlatait, de a modern világnak is olyat mutat, amit érdemes lenne átvennünk, alkalmaznunk. Erről és persze sok érdekességről szólt a Bakancslista utazási klub februári előadása. Lottolázban ég az ország, több mint 6 milliárd forint a nyeremény, a szokásosnál is többen játszanak a hatalmas pénz reményében. Az általunk kérdezett pszichológus szerint ez természetes, ám vigyázni kell, mert könnyen átcsúszhat a játék öröme játékfüggőségbe, ami pedig már betegség. 5 szám, ami megváltoztathatja a nyertes életét. Hetek óta egyre többen próbálják eltalálni az 5-ös lottó nyerő számait. Sokan vannak, akik szeretteik születési dátumával játszanak, vannak, akik hirtelen, random módon döntenek, melyik számokat ikszelik be. Több mint fél éve nem volt 5 találatos a lottón, szombaton már 6 milliárd 400 millió forint üti annak a markát, aki egyedül találja el mind az 5 számot. A lottózók tele vannak. Kíváncsiak voltunk, vajon mit mond a pszichológus, miért töltenek az emberek ekkora nyeremény esetén akár 5-ször vagy 10-szer több lottót. Nyilván ilyenkor a pozitív várakozás, az adrenalin, illetve hát egy szintén kognitív torzítás tulajdonképpen maga a csordaszellem az, ami ilyenkor húz minket, és akkor így sokan megyünk és sokat töltünk, nem csak egyet, és nagyon sokszor egyfajta ilyen
progresszív zavar vagy folyamat az, ami lefut ilyenkor, ami azt jelenti, hogy egy fokozatos kontrollvesztés történik. Tehát, hogyha valaki eldönti, hogy milyen rendszerességgel tölt lottót, milyen összeget szán erre rá, akkor ilyenkor ezek elvesznek szépen. Utoljára 4 éve volt ekkora nyeremény az ötös lottón. 2020 tavaszán valaki elvitte a 6 milliárdnál is magasabb összeget. Játszani jó, és nincs is vele semmi gond, mondta a pszichológus, de sajnos a játék öröme könnyen átcsúszhat játékfüggőségbe, ami viszont már betegség. Nagyon sokszor, amikor egy olyan gondolat megfogalmazódik valakinek a fejében, hogy na jó, akkor ezt én így inkább abba hagyom, mert sok pénz megy erre, csak még visszanyerem előbb azt, amit eddig belefektettem, akkor az már egy eléggé ilyen határmesdjét vagy már átfordulást jelent. A játék szenvedély időkérdése csupán, de adósságot szül, és az élet minden területén kicsúszik a játékfüggő lába alól a talaj. Legyen szó a munkahelyen való helytállásról, az alvásról, vagy a rokoni és baráti kapcsolatokról. Hajszolása annak, hogy utolérjem magamat, hogy statisztikákat állítok föl, hogy eddig hányszor játszottam és hányszor vesztettem, és mondjuk ezt átdefiniálom, ezt a szakaszt, mint egy tanulási szakaszt, és azt mondom, hogy na de most már aztán tudom a tuti stratégiát, akkor ez tulajdonképpen egy védekezési mechanizmus, ami segít azokat a kellemetlen érzéseket távol tartani tőlem, amiket akkor élek meg, amikor tudatos, hogy ups, megint buktam, nem tudom mennyi pénzt. Ezeknek az elcsípése ez nagyon sokat segít abban, hogy egy önkontrollt tudjon tartani a játékos. A játékfüggőség kigyógyulásában a környezet, a család is sokat tud segíteni, de az egyén elhatározása nélkül nem megy, mondta dr. Szabó Balogvirág. Az pedig, hogy megnyeri-e valaki az álomösszeget, az ötös lottó főnyereményét, szombat este derül ki. Rászoruló családok számára indított gyűjtést a Családsegítő Szolgálat elsősorban a gyerekek számára lenne szükség ágyneműre. Rövid híreink következnek. Elsősorban óvodáskorú gyerekeknek és szüleiknek lenne szüksége ágyneműre, ágyneműhúzatra, áll a Család és Gyermekjóléti Központ felhívásában. Azt kérik, aki tud, segítsen a rászoruló családokon. A felajánlásokkal kapcsolatban a Családsegítő Szolgálatot lehet keresni a 0630 572 33 77-es telefonszámon. Megnyerte a Szép Magyar Beszéd verseny Pest vármegyei döntőjét a közgazdaság és informatikai technikum 10. A osztályos tanulója. Gál Vanessa felkészítő tanára Füle Bernadett. Sorra érkeznek a gratulációk az iskola és a szakképzési centrum oldalára is. Vanessa vármegyei nyertesként részt vehet a Kárpát-medencei döntőben, melyet április 19-én és 20-án rendeznek Győrben. Már elérhető a MÁV és a Volán járatain márciustól életbe lépő tarifarendszerrel kapcsolatos minden információ. Az újtarifa.hu honlapon az ország és a vármegye bérletek felhasználási körének bővüléséről, a kedvezményekről és a díjmentes utazási lehetőségekről is lehet tájékozódni. Március 1-től 3,5-4 millió ember közlekedését teszik olcsóbbá, egyszerűbbé. Többek között újdonság, hogy az ország és a Pest vármegye bérleteket már a budapesti tömegközlekedési járműveken is elfogadják. Kvázi nem kell külön fizetni a fővárosi buszokon, a trolin, a metrón, a villamoson és a héven. A nyugdíjasok mellett pedig márciustól a 14 év alattiak, a nagycsaládosok és a fogyatékkal élők is ingyen utazhatnak a Volán és a MÁV járatain. Folyamatosan érkeznek a kérelmek az elektromos autópályázatra. Február 5-én nyílt meg a lehetőség a cégek számára. Azóta 1400 kérelem érkezett be, több mint egyharmada Budapestről, a többi vidéki pályázó. A vállalatoknak szerte az országban még van lehetőségük beadni a kérelmet március 31-ig. A keretösszeg még nem fogyott el. Minden cég pályázhat, kivéve a frissen alapított társaságokat, a taxisokat, az autókölcsönzőket, az autókereskedelmet a tevékenységük között tudó cégeket, de kiesnek a támogatotti körből az extrém alacsony árbevételű vállalkozások is. Továbbra is várja a Városi Televízió a fotókat és a filmeket. Cegléd 660. születésnapja alkalmából hirdetett pályázatot, melyre külön nevezhetnek a 18 év alatti és a 18 év felettiek. A kikötés csupán az, hogy a fotó és a videó témája Cegléd legyen. A nevezési határidő április 30-a, a fődíj a filmeknél 100, a fotók esetében 50 000 forint.
Több mint egy hónapja tette közzé a Cegrédi Városi Televízió, hogy film- és fotópályázatot hirdet a város 660. születésnapja alkalmából. Érkeztek már alkotások, de továbbra is várjuk azokat a filmeket és fotókat, melyeknek témája Cegléd. A fotók bármilyen eszközzel készülhetnek, és a film hosszával kapcsolatban sincs megkötés. A pályázatra külön kategóriában nevezhetnek azok, akik május 8-a előtt már betöltötték a 18. életévüket, és azok, akik majd csak május 8-a után lesznek felnőttkorúak. A nevezéseket a cegléd660@ctv.hu e-mail címre várjuk az életkor megjelölésével. A fődíj film kategóriában 100 000 forint, a fotó kategóriában pedig 50 000 forint. A pályázati felhívás a ctv.hu oldalon, a Ceglédi Városi Televízió Facebook oldalán, valamint képújságunkban is megtalálható. Ezzel a felhívással köszönöm meg egész heti figyelmüket. Adásunkat a háttérrel folytatjuk, melyben a kommunista diktatúra áldozataira való városi megemlékezés hosszabb összefoglalóját láthatják. Friss hírekkel pedig legközelebb majd hétfőn este 6 órakor számítok figyelmükre, tartsanak velünk akkor is. Nagyon szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!